Egy színész, aki jobbára nevettet, még akkor is, hogyha nincs mindig jó kedve, de hát ez ennek a szakmának az egyik sajátossága, hogy ki ő, lássák. Bajor Imre, 55 éves színész humorista, 19 éves korától játszik, előbb a Dériné Színházban, majd a Játékszínben. Ő volt a Szomszédok fodrásza, a Meseautó, a Lea fejjel, az Egy szoknya, egy nadrág sztárja, a Heti hetes állandó szereplője, önálló este a Csóközön. A köztársasági érdemrend kiskeresztjével és tiszti keresztjével is kitüntették. Két gyermeke, Lili és Marcel, második felesége Ildikó, Fülén élnek. A szeretet sok mindenen átsegít. Ezt mondtad. Szerbusz. Szia. Ezt gyakran meg kellett tapasztalnod? Hogy a szeretetre van szükséged, hogy kapaszkodj, hogy átsegítsen minden bajokon? Minden pillanatban. Igen. Hát forma ember a színész. Legalábbis aki jó színész. Úgy gondolom, minden pillanatban szüksége van rá, minden percben szüksége van rá. Én nem tudom, mennyire vagyok jó színész, de nekem reggeltől estig szükségem van rá. Tehát én egyszerűen vágyom arra, hogy kapjam ezeket az érzéseket. És hála jó Istennek, hogy olyan szerencsém van, mondtátok az Ildikót, aki a feleségem, meg is kapom tőle, és persze nagyon sok olyasmit is, amire azt kell mondjam, hogy igaza van. Majdnem mindenben igaza van. Remélem néz minket, és akkor tárt karokkal szeretettel fogad ezek után. De ezt nagyon komolyan mondtam. Tehát, de hát nyilván egyébként is, de téged nevelnie kellett? Így 50, igen, egy néhány évesen? Hát én egy gyerek vagyok, egy nagy, hülye gyerek, aki minden nap mókázni akar, nevettetni akar, élni, jól akar élni, ami persze soha nem sikerül, és ki akarja venni a napból azokat a bizonyos pici kis fontos dolgokat a maga számára, amik az élethez feltétlenül kellene. És akkor kell neked egy nő, aki egy kicsit anya, egy kicsit a szerelmes, kicsit aki egybe tartja az életedet, aki kirakja az ingedet, hogy ezt vedd fel Mimikért? Nem. Annyira azért nem? Annyira azért nem. Nem, a határidőnaplódat ki kezeli, ő vagy te? Én. Hát akkor te egy szabad ember vagy. Hát én egy fantasztikus, persze. Néha meg tudom nézni, néha elfelejtem, néha szólni kell rám. Hát igen, inkább azt mondanám, egy ilyen nagy gyerek, aki terelget. Azt hogy értetted, hogy ő volt az, aki megmentette az életed? Egyszer ezt nyilatkoztad. Igen. Hogy megmentette az életed. Ha ő nincs, akkor lehet, hogy te nem vagy. Igen. Hát volt nekem egy nagy traumám, amiről most konkrétan nem szeretnék beszámolni, de valóban az az erő, amit ő adott nekem, ha az nincs, akkor azt mondtam volna, hogy menjen mindenki a francba, és nem érdekel ez engem. Ez az éttermi kaland nagyon, után volt? Igen. Azt te honnan vetted, hogy értesz a vendéglátóiparhoz? Egyáltalán nem vettem. De valami fatalista vágy és remény kellett, hogy legyen benned? Nem. Hát te olyan az életben majdnem minden olyan egyszerű, amilyen egyszerű. Tehát mire gondoltam én? Én arra gondoltam, miért kell nekem minden áldott nap több száz kilométert utazni, miért kell nekem ennyit dolgozni? Én borzasztóan sokat dolgoztam. Tehát, ha valamit nem lehet rólam elmondani, akkor az, hogy én nem dolgoztam. Én nagyon sokat dolgoztam. És azt mondtam magamban, milyen jó lenne leülni ott,
ülök egy ilyen fotelba, és akkor jönnek, mennek az emberek, én olyan helyes... Ez olyan békebeli dolog. Ja, békebeli. És olyan helyes fiú vagyok, én mindenkinek mondom, hogy kezdi csókolom, hogy tetszik lenni, hogy van a kedves fia, és a többi, és a többi. Nem jött be. Haláltehetségtelen voltam ehhez a dologhoz. Meg is fizettem érte, gyakorlatilag a fél életemmel. Ezzel kapcsolatban volt az Ildikónak egy nagyon fontos jókor volt dolog. Jó helyen, és jókat mondott. Igen. Jókor. Igen. És azt honnan tudta 19 évesen, hogy te tehetséges színész leszel? Sőt, honnan tudtad, hogy te színész lehetsz? Hát 19 évesen az ember még nem feltétlenül van birtokában annak, hogy ő tudja, hogy mi legyen. Nekem volt egy ilyen amatőr múltam, és nagyon sokan megerősítettek engem abban, hogy hát ez isteni. És akkor valószínűleg, hogy én azt elhittem valamilyen szinten. És hát az be is jött. De az eleje nehéz lehetett. Tehát azért a Délinél Színház az egy nehéz élet volt. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez így történt. Hihetetlenül az alapokról megtanulni a szakma összes fortéját úgy, hogy közben azért azt el kell mondjam, hogy nekem ez egy buli volt. Tehát én 19 évesen bekerültem felnőtt emberek közé, mint ahogy a felnőtt emberek voltak a legjobb barátaim, tehát 20-30 évvel voltak idősebbek, akiknek az elvesztését mai napig nem tudom földolgozni. Az nekem egy tragédia. Úgyhogy én nem is nagyon találom a helyem ebben a mai színházi világban. A mai világban egyáltalán nem találom a helyem, tehát a színházi világról beszélek. Úgyhogy az egy nagyon-nagyon fontos iskola volt, és nagyon sokat lehetett belőle profitálni. Azt mondta, hogy nem találod a helyet, de a barátaid ma is vannak. Még mielőtt erre igazán mondasz valamit, lássunk egyet közülük. Ment az egyik kereskedelmi csatornában egy 76 részes sorozatunk, Hernádi Jüter és Bajor Imrével. Nagyon jó vele dolgozni, én azt sajnálom, és nem láttam a legutóbbi sikerét, a Lovagias ügyet, hozzá kell tenni, ő is látott engem semmiben, de szeretnék elmenni majd megnézni őt sokkal több darabban, mint amennyiben játszik, mert én azt hiszem, hogy van egy Bajor Imre, és van egy színész Bajor Imre, aki eddig úgy megtartóztatta magát, és nagyon jó lenne, hogyha megmutatná ezt a színészi vénáját is, mert a Bajor Imreséget ezt ismerjük, de én azt hiszem, az Imrében sokkal több van, mint ami eddig kijött. Az Imrével mi nagyon jó, megértjük egymást, egy hullámoszon vagyunk. Ha valamelyikünk éppen lejjebb van, akkor a másik próbálja felhúzni, és ezért volt nagyon jó ez a hosszú forgatási időszak is vele. És a televízióban kívül is, amikor még volt rádiókabaré, vagy más alkalom, akkor mindig azt néztük, hogy érdekes, hogy ketten mindig ott vagyunk. Érdekes volt, amit mondott. Hát te játszottál Shakespeare-től kezdve mindent. De hát erre valóban, tehát igazából már csak a lexikonok emlékeznek. Most éppen a Lovagias ügy kapcsán volt egy kritika, és a kritikus megjegyezte, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha sokkal többet játszanék. Neked van erre igényed? Mert más az, amit gondolnak rólad, és más az, amit te érzel magadban. Igen, hogyha olyan közegben teszem ezt, ami számomra elfogadható és örömteli, akkor igen. Akkor van rá. Sőt, most is éppen tegnap előtt volt egy újabb felkérésem. És van egy jó pár olyan dolog, amit szeretnék megcsinálni. De nem mindegy, hogy milyen helyzetben. És nem mindegy, hogy kikkel. Azért vagy válogatós, mert mindig is válogatós voltál? Mindig. De akkor nem is folytatom, hogy miért vagy te válogatós. Miért vagy te válogatós? Hát mert... Ugye van, bocsánat, hogy közel, van az a színész, aki azt mondja, hogy feladat, az édes közönségemnek mindent játszom. Uh-huh. És van, aki azt mondja, hogy hát
ezt, uraim. Te ilyen vagy? Nézd, van egy magyar társadalom, amiben én, hát hogy úgy mondjam, aktív részt veszek. Van egy magyar színházi társadalom, amiben szintén aktívan részt kéne vennem, de vannak olyan emberek, akikkel nem szeretnék aktívan. De ennek mi az oka? Ők vagy te? Ők. De meglepő lett volna, ha mást mondasz. Azt is elmondod, hogy alapvetően minek alapján kerültek ők ebbe a fiókba? Nem. Jó. Kerüljünk másfelől ugyanehhez a dologhoz. Játszol a Kalinti Színházban, ezt említetted, ez egy 100 éves darab. Verebes rendezte, gondolom, hogy nem láttam még sajnos, de hát gondolom, hogy kicsit újra rendezve, de hát azért mégiscsak ez egy 100 éves darab úgy mindenestül. Mondod, hogy a társadalomban jelen vagy, a színház életben annyira nem, de azt is mondod, hogy a színház életben jobban otthon vagy, mint ebben a mai társadalomban. Igen. Hát akkor neked ez a lovagias ügy, ez egy helyén való darab, ez visz vissza a régmúltba. Mi bajod a mai társadalommal? Miért nem találod ebben a helyed? Hát néztél 2 napja híradót? Nap, mint nap nézik. Hát persze, ez a dolgom. És akkor, hát persze. Persze, hülye kérdés. Igen, de hát ez a társadalom, ez mindig olyan volt, amilyen. Kicsit jobb arcát mutatja, vagy rosszabbat, de hát itt élünk. Ilyenek a honfitársaink, jók és rosszak, szeretjük és kevésbé szeretjük őket. Hát erre nagyon nehezen tudok neked válaszolni. Olyan, hogy kevésbé szeretjük őket, én szerintem nincs. Hát vagy valakit nem szeretsz, vagy valakit nagyon szeretsz, valami miatt. Az én úgynevezett anakronizmusom, mely szerint ugye nagyon szeretném visszahozni azt a világot, ami volt, legalábbis a művészetek terén. Nagyon. És azokat az embereket, akik nekem kín vannak a falamon, akik írtak egy-két sort nekem. Kik ők? Mondjál neked. Darvas Iván. De nagyon sokat tudnék megmondani. Nyilván ők nagyon-nagyon hiányoznak. Az egyik legjobb barátom volt 15 éven keresztül, Zagárdi Gábor, akivel minden áldott nap találkoztam. Minden áldott nap. Na most nagyon hosszan tudnám ezt sorolni, hogy kik ezek az emberek. De azt mondom, mert neked a kérdésed nem erre vonatkozott, hanem hogy mi a bajomat ezzel. Miért nem találod itt a helyed? Miért nem találom itt a helyem? Azért nem találom a helyem, mert nem vagyok hajlandó elfogadni azt a tényt, még egyszer mondom, hogy azok a gyerekek, akiket megkértem arra, hogy hozzanak nekem egy kávét, és egy kiflit Párizsival, azok a gyerekek ma azt mondják nekem, hogy kéne csinálnom nekem valamit. Mert ők ma már színigazgatók. Na de ez egy... És kulturális attassék, ha úgy tetszik. De hát ez nem egy normális dolog, hogy felnőnek közben? Nem, nem normális dolog. Tehát mi öregszünk, mert nem lettek, és ők is öregednek, az a probléma, és a probléma az, hogy nem lettek tehetségesebbek, tudod? Az a nagy probléma. Mert hogyha ők úgy nőttek volna föl, hogy elájulok, akkor én elájulok. Na jó, de most a szakmáról beszélsz, tehát te végül mégiscsak a szakma problémáját foglalkoztad meg. A szakmáról beszélek, meg a társadalomról is beszélek. De a kettő azért... ugyanaz ebből a szempontból? Majdnem. Aha. Igen. Jó, így értem. Hát nem mindig nevezte, mondtam én. Valakivel állandóan röhögni szoktatok. Vagy nem, de majd pillanatokon belül kiderül ez is. Lássuk a következő barátodat. Rengeteg dolog köt össze minket. Gyerekeinek én vagyok a keresztapja,
Bizony. Mindig, mikor találkozunk, akkor olyan jó, mert nem a rosszról beszélünk, hanem csak egymásra nézünk, és már röhögünk. Benne azt hettem a legjobban, hogyha azt mondom neki, hogy te ígyünk még egy kis vörösbort. Akkor nem mondja azt, hogy ugyan már ne hülyéskedjél, hát inkább ígyünk egy jó málnát, vagy kólát. Azt mondja, jó, ezt szeretem benne a legjobban. És egy nagyon jó barát. Vele csak kellemes dolgok voltak. Egyszer együtt voltunk Dominikába, feleségekkel együtt, és akkor elhatároztak, hogy menjünk teniszezni. Jó, hát menjünk teniszezni. Ő se tud jól teniszezni, én se tudok. Béreltünk egy két ütőt, labdát, lementünk, és még el se kezdtük, amikor én lehajoltam a labdáért, és megcsúsztam, és a jobb térdemen az összes szallag elszakadt. Na hát, szóval ezért nem fogok soha többet az életbe a bajorral sportolni. Mi ebből a tanulság? Ez a legszebb története veled, azért jól nézünk ki. Hát nem, hát ő egy örök bohém, egy az életet imádó és a habzsoló valaki. De hát ebben te partner voltál, amint őt hallgattuk. Persze. És vagy mi? Hát nagyon nagy... Hát nem. Nem. Nem a Jani fele. Hát nem. Az az igazság, hogy szépen lehígattam. Valljuk be, hát megöregettem. Már nem úgy látom a dolgokat, mint ahogy eddig. És... De nem bánom, tehát nem azt mondom, hogy itt most egy tragédia van. Egyre inkább morózus vagyok, egyre inkább, hogy mondjam, nem vagyok hajlandó mindenki viccmestere lenni, vagy szórakoztatni. Nagyon fárasztó? Őket. Borzasztó fárasztó volt. Hát persze, hát én ezt, mit mondjak, 30 évet csinálom. De te ezt magánéletben is vállaltad. Igen. Volt egy pillanat, amikor úgy érezted, hogy nem vagy köteles Bajor Imre magánemberként nem. Mindenkit rögtetni? Nem volt ilyen pillanat. Egyszerűen én ezt imádtam. Imádtam, hogy én vagyok a középpontban, imádtam, hogy én jókat tudok mondani, imádtam, hogy nekem, de azt mondod, nekem ennyi minden vége. Eszembe jut. De azt mondod, hogy ennek ebben a formában vége? Hát ebben a formában... De hát ez kor. Ez a kor. Ez semmi másról nem szól. A kor. Elfárad az ember. Azt mondja az ember, most már inkább mással foglalkoznék. Milyen apa vagy? Rossz. Kategorikusan és egyértelműen? Kategorikusan. Azért, mert nincs elég időd, azért, mert nincs elég türelmed, vagy azért, mert egyszerűen nem vagy eleget velük? Egyáltalában nem volt időm. Amikor ők megszülettek, akkor nekem egyáltalában nem volt időm. Én akkor reggel elindultam, forgattam, este fölléptem, vagy játszottam. Nem is láttak. De én azt megmondtam, vagy most megmondom, de akkor is megmondtam, hogy gyakorlatilag amikor 18-19 évesek lesznek, tehát ilyen 17-18-19, akkor tudok igazából én szót érteni velük. És úgy gondolom, hogy ez még előttem van. És ők kíváncsiak lesznek ennyi év után arra, hogy akarsz velük nagyon, szót érteni? Nagyon szeretném. Nagyon szeretném, hogy ez igaz legyen, igen. Nincs lelkiismeret fordulás? De. De. Elköltöztetek. Hát egyébként nem messze, de ebben az országban ez nagy távolságnak tűnik. Igen. Budapesttől, hogyha valakinek rendszeresen ingáznia kell Fülére, ugye? Miért pont oda? Hát mert nekem ott volt egy nyaralóm, amit imádunk mindannyian, imádjuk a falut, imádjuk, hogy helyes emberek vannak, és hogy ilyen nyugalom van. És egyébként meg, hogy miért pont oda,
Hát erre a kérdésedre azt tudom mondani, hogy akkor hova? Tehát ez volt a lehetőség. Ugye, mert ott volt a nyaraló, és hát azt megpróbáltuk. Ez egy kényszerhelyzet volt, hogy mennetek kellett? Igen. Tehát el kellett adnod a házat. Igen. Ez igen. Megint, amit mondta, hogy a fél életed elment. Így van. Uh-huh. Igen. De nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon szeretünk ott lenni. Te vagy a falu nevezetessége? Hát mondjuk így, hogy igen, hát. Lehet ezt mondani, persze, de annyira asszimilálódtam a környezethez, és annyira ott vagyok velük, és annyira mindenki... De ez nem olyan, hogy itt van a Balaton, és itt van a Bajor Imre, és ez a település két nevezetessége? Még az is lehet, hogy ez ilyen, de én ezzel nem foglalkozom, én sokkal közvetlenebb vagyok, mintsem, hogy én ezzel foglalkozok, tehát nem abszolút ott vagyok velük. Van most már csak 5 hírünk, tedd meg, hogy mondasz egy sorszámnevet 1-6, a 4-es kilőtte Magyar Bálint az előbb. 1-es. Megnézzük. Bár a Magyar Művészeti Akadémia létrehozása ellen eddig az ellenzéki pártokon kívül már tiltakozott a Műkritikusok Nemzetközi Szövetségének magyar tagozata, a József Attila Kör, a Fiatal Írók Szövetsége is, ennek ellenére a Műcsarnok és a Vigadó is a Konzervatív Művészeti Akadémiájé lesz. Az új szervezet, mint alaptörvénybe is foglalt köztestület, anélkül született, hogy párbeszédre hívták volna ebben az ügyben a magyar kulturális élet jeleseit, ám a jelek szerint erre ezután sem lesz lehetőség, megkapják azt a jogot is, hogy beleszólhatnak majd az olyan állami kitüntetések odaítélésébe, amilyen a Kossuth vagy a Széchenyi díj. A hírek szerint a Műcsarnok sorsát a Mi a Magyar kiállítás pecsételte meg, amely nem tetszett az újdonsült akadémia elnökének, Fekete György belsőépítésznek. Na, hát most ugye mi itten beszélgetünk egy 20-25 perce, és nagyon szomorú dolgokról dumálunk, miközben el tudnék én neked mesélni olyan sztorikat, hogy tényleg lehetne rajta nevetni, hahotázni. Én nem konkrétan ehhez szólnék hozzá, hanem a következő mondanám, hogy tudod, amikor egy országban mindent a hatalmon lévő párt be akar kebelezni, annak ugye, én már egyszer ezt elmondtam ebben a műsorban. Van egy szó, amit szoktak erre használni. Ha akarod, nagyon szívesen kimondom még egyszer. Mert itt hosszú ideje arról szól ez a történet, hogy ez fél diktatúra vagy diktatúra. Ez egy diktatúra. Minden a miénk, mindent bekebelezünk, és ti majd éljetek, ahogy akartok. Hát ezt nem akarjuk mi. Ki a mi? Akik európai módon gondolkodnak. És akkor kik az ők? Ugye van a mi, akkor van az ők, vagy a ti legalábbis. Akik egy diktatúrában gondolkodnak, és azt mondják, hogy ez az ország a miénk. Ez az ország nem az övék. Ez az ország a miénk is, és az övék is. És beszéljünk erről, ha még valaki tud erről normálisan beszélni. De nem úgy látom. Egyszer majd csináljuk ezt úgy, legyen meg az a pillanat, amikor Igen. Úgy jössz ide, hogy sztorikat mesélsz, nagyon jó kedvű leszel, Igen. Nagyokat fogunk röhögni. Jó. Jó? Van-e? Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Jó volt, hogy itt Én voltál. Én is köszönöm. Egy hét múlva Pozsgai Imrével kezdjük majd a műsort. Majdanában ugye a Kádár, aztán a Grósz a német kormányminisztere volt. Ő volt, már kevesen emlékeznek talán rá, az MSZP első frakció vezetője is, aztán MDF-es politikus is lett belőle, és szépen átsodródott a konzervatív oldalra, hogy ezt hogy élte meg, és mit gondol most a világról, megtudjuk ezt is. Aztán pedig jön majd egy olyan hölgy, Gyurko Szilviának hívják, aki a Női Kiválóság díját kapta meg a napokban, és ő a UNICEF gyermekjogi igazgatója. Érdekes dolgokat tud mondani, és érdekes, hogy ő maga is. Várom Önöket egy hét múlva is. Köszönöm a figyelmüket. Jó éjszakát!